Szág egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re! Echo. A nemzet hangja. Jó estét kívánok! Háttérkép. Nem mondom meg kivel. Talán is kiderül. Titokba tartom. Erre utóbb kiderül. Jó estét kívánok. Gondolkoztam ezen, és ezt most komolyan mondom, hogy gondolkoztam ezen, hogy előhozakodjak-e ebben a műsorban is Konrád Györgyel, de aztán úgy döntöttem, hogy előhozakodok, mert kivel beszélném meg, ha nem veletek. Szóval. Barátok közt. Barátok közt. Ugye nyilván nem kell elmagyaráznom nektek, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy Konrád György a nagy liberális ikon, megmondó ember és vélemény pápa azt találta nyilatkozni a HVG-nek, hogy ha Orbán nem megy el önként, akkor majd Ceausescu sorsára fog jutni. Ugye ennyi a dolog rezüméje. Én már vezércikket is írtam erről, és sajtóklubban is beszéltünk róla, de mondom még egyszer, azért kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Imre Bácsi, kezdelte. Hát ugye az a nagy helyzet, hogy ahogy én az egészet érzékelem, van egy nagyon rövid távú, nagyon nagy változás azokban a körökben, akik korábban se voltak éppen barátai a nemzeti jellegű kormányzásnak, se az Antal idején, aztán Orbán idején, meg különösen nem. De a Netanyahu látogatás óta van egy, 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 meglehetősen komoly változás. Ezeknek bizonyos körei nem tudok jobb szót használni, megőrültek. Egyszerűen megrúztak. Azt, azt hiszem a szót. Megzuhantak. Na most egy Konrád Györgytől azért az ember egy kicsit mérsékletet várna, mert azért Hát vannak erősen mondható, értékelhető alkotása, ezt ne vitassuk. Egy Ugyanakkor... Konkrétan egy ilyen alkotás. Na jó, mindegy. Szóval van. Tehát valamit letett, azért nem, nem, nem gagyi. Ma most, és egy ilyen ember, ha megzuhan, akkor az ember elgondolkodik, hogy miért nem tudott valamelyest mérsékletet tanúsítani, mert mit kijelentett, az egyenesen vérfagyasztó ám. Az, hogy Orbán diktátornak mondja, azon még röhögni is lehet lájtosan, ugye hát most miért ne? Hogyan ugye, minden négy évben el lehet zavarni, csauseszkutos marhára el lehetett zavarni, ugye, és a többi. Na most a diktatúrába ő ilyeneket mondhat, Na most nem tudom, hogy mit lehetett volna mondani hasonló helyzetben. Hát mondhat, mondhatod van egy ilyen mondatot Csauseszkó alatt is, csak egy Két óra múlva már nem élt. Gyakorlatilag valószínűleg nem él, vagy, vagy szóval valami gond van. Na most, és van egy ilyen kör, úgy tudjuk egyébként, ugye bizonyos információk arról szóltak, hogy ez a kör intenzíven lobbizott az ellen, hogy ne jöjjön ide a Netanyahu. Ha már idejön, akkor ne legyen itt V4-esre kibővítve az egész, és ha már arra, akkor meg szerették volna, hogy az egész nem így zajlik, és nem tetszésüknek, hogy mondjam, institucionális kicsengése is volt, amikor a mazsihisz elnöke bizony azt mondta, hogy ők zuhany, hideg zuhanyszerűen élték meg ezt az egészet. Most ennek a részleteibe azért nem megyünk be, mert az egész adást elvinné, de majd egyszer szerintem Egy rákanyarodunk ennek a történelmi mélységeire, de gyakorlatilag szerintem van egy őrületesen nagy trendváltás, amely trendváltás pont ezeknek a köröknek, akiknél, hát akkor finomabban fogalmaznék, több generáción keresztül nem sikerült egészen az asszimiláció, azok ö, itt most őrült rosszul kezdik magot érezni. Mert az a környezet, amiben ők mozogtak és sikeresek voltak, az nagy változáson megy keresztül, és azt sem akkor nagyon meg, finoman fogalmazta. Laci a kérdés ugyanez megtoldva egy picivel, Imre szavaira reagálva, mert magam sem tudtam még eldönteni, hogy nem mentjük fel egy kicsit, hogyha egész egyszerűen azt mondjuk, hogy ezek megzavarodtak, hogy meghűltek, elment az eszük. Ugye nagyon sokszor idéztük itt Kosztolányit, hogy csodálkozol a kokainistán, nem érted, gondolkodj el az okainistán, és Okain. megérted. Tehát, hogy az, 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 nem vitás, hogy a kijelentés annyira abszurd, hogy emögött csak ilyen végzetes szintű kétségbeesés húzódhat meg. És a kétségbeesés csak akkor tudjuk igazán megérteni, hogyha rövidesen egyébként 30. évfordulója lesz, azt hiszem talán éppen május 1-én alakult meg, akkor még szabad kezdeményezések hálózataként, tehát tulajdonképpen jött létre a lokális SDS. Nagyon fontos hozzátenni, hogy a lokális sds ek szerte a térségben elősegítendő a úgynevezett rendszerváltás nevű, hát máig sem tisztázott színjáték utolsó szakaszának a véghezvitelét, a tudjuk, merjük, tesszük, amire majd még szintén érdemes visszatérni. Tehát nagyjából ez az az időszak, amikor szerte a térségben intézményesülni kezdenek, legelőször Lengyelországban és Magyarországon, ezért jutalmaztak meg minket azzal a fárs amiben a PH az Polony-Ongri, vagyis van. Lengyelország és, és Magyarország. Azt jutalmazták egyébként 89-ben, amikor elindították ezt, tehát még a hivatalos rendszerváltás előtt, hogy ebben a két országban jött létre először intézményesen és szabadon a globális SDS kezdeményezésére a lokális sds ek Tehát ezért jutalmazták meg ezt a két országot. És innentől kezdve a mi lokális sds ünk amelyik messze a legócskább, legotrombább, legpusztítóbb volt a térségen belül, ez a Magyarország társadalmi gazdasági sűlyedésén, ami mondjuk 90-től 2010-ig lezajlott, ez nagyon jól látszik, szóval minimum 10.000 milliárd forintokban mérhető a közvetlen gazdasági kár, amit a lokális SDS okozott, de a dolog lényege, hogy 2010-ig, abszolút megszokták azt, és természetesnek tekintették, hogy a globális SDS mindig őket tekinti itt a legdöntőbb és legalapvetőbb. Szóval ők is lényegében azt csinálnak, amit akarnak. Ez a tudjuk, merjük, tesszük is egyértelműen elmondatkozott. Kemény két évtizedig, el ne felejtsük. És nem értik. Nekem az a benyomásom, hogy a döntő többségük egyszerűen nem érti, hogy mi történik az elmúlt nyolc évben, tehát, hogy mi történik 2010 óta, ahogy sokszor Én egyébként... hanem a világon. El is mondták, persze, de sokszor el is mondták, hogy és miért nem zavarja már el, mondja egyébként módfeled demokratikusan, mert ugye ők a demokrácia itt ebben a térségben, Én. és módfeled demokratikusan az elmúlt nyolc év során egyre kétségbe esett ebben, azt hajtogatják, hogy mellesleg tökéletesen antidemokratikus módon miért nem zavarja már el őket a a globális SDS. Tehát állandóan könyörögnek a globális hát, SD az hát a globálisok közül Gáti globális professzor. Na most jó, meg is Igen, ta. csak itt a gond, itt a gond, és azért uh, majd a választások után, mikor remélhetőleg azért uh, egy kicsit lecsendesül sok minden, szép nyugodtan valóban nekifoghatnánk annak a. Most már a választások alatt nem érdemes belemenni, mert kellőképpen hiszterizált a légkör ahhoz, hogy ez ne. Szóval, hogy mindaz, ami az elmúlt most évben történt, az nem véletlenül történik. Tehát nehezen fogják fel, hogy a globális sds en belül is kialakulni látszik, a Netanyahu is ezt jelezte, kialakulni látszik egy olyan vélemény alá, amelyik úgy gondolja, hogy nem ők a legmegfelelőbb képviselői a globális SDS hosszú távú stratégiájának ebben a térségben. Tehát nekik az fáj, nem is akarják felfogni, nem is tudják felfogni, hogy ejtette őket a globális e. Az, hogy a népszabadság így tűnt el, az, hogy a, leg a maga az SDS kezdhetnénk azzal a lokális SDS intézményesült formában így tűnt el, az, hogy a népszabadság így tűnt el, az, hogy gyakorlatilag minden, amit ők döntő fontosságúnak tekintettek ebben az első húsz évben, az pillanatok alatt füsté vált, ezt egyszerűen nem értik, pontosabban nem akarják megérteni. Nem is egyszerű feladat egyébként. Tehát én változatlanul úgy látom, hogy lélektanilag, és erre kell készülni, a választások utáni hónapokban fogja el ez a mélypontját elérni, a tökéletes nihil, a tökéletes anómia, ahogy a, a, pszichológusok szokták mondani, tehát a teljes lelki szétesettség és kétségbeesés, kétségbeesés és apátia, egyébként ez a ugye bipoláris az ügy, tehát az egyik a kétségbeesés és agresszió, a másik pedig a teljes apátia és regresszió, tehát ebben a két egyaránt patológikus bipoláris állapotban leledzenek a lokális SZD volt képviselői. Még egy rövid kör erejéig itt maradva. Egyszerre egy történelmi párhuzamot, meg egy nem párhuzamot szeretnék itt felvázolni hirtelen. És azért mondom, hogy a történelmi párhuzam szerintem világos, majd mindjárt elmondom, ugyanakkor pedig nyilván nem párhuzam, mert egészen mások a történelmi viszonyok. Mire gondolok? Ha most megnézzük, ugyebár ezt az egész kört, Heller Konrád, a csúcs SDS megmondóit, akik épp eresztik ki a karanténból a jobbikot, azt a jobbikot, amit 6-8 hónappal ezelőtt még Mét. sikoltoztak, hogy a nyilasok a spájzban vannak, most eresztik ki a karanténból, és próbálják meggyőzni a sajátjaikat, hogy tessék velük összefogni, mert semmi se számít, csak Orbánt le kell váltani. Hát Heller Ágnes, az már tényként elfogadó. Rágos, csak mondom, a történelmi párhuzam itt jutott eszembe, hogy eh, egy Rákosi elvtárs rendeletben bocsájt meg a kisnyilasoknak. Hát öltöztet A kisnyilasokra szükség van azokat. Apám személyesen tapasztalta, ő rendőr volt a horti rendszerben. Persze? hogy akiket ő becipelt, azok most ott vannak, az, 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 az a és... jó, Hogy jó, hogyha kussol. Tehát Rákosi Pajtás rendeletet bocsájt ki, és Péter Gábor a végrehajtó. Bocsássunk meg a kis nyilasoknak. A kis nyilas házmester, aki a nagymama aranyfogát azért eltette, meg bevitte az aciba, az nem érdekes, azt megbocsájtunk. Mert hogy jó, jó szakemberekre szükség szakember. van, őket jel persze, állunk ezért zseniális a terrorházában az átöltöző Jaj, szoba, a nyilasból ávós egyenruhába, és akkor a megbocsájtott kis nyilasokkal együtt gyűrjük fel az ingünk ujját, és írtsuk ki a szocdemeket, Hát a legelőször azt ki. A kulákot, a parasztot, hát persze meg a polgári középosztályt, mert ha ezeket kiirtottuk, és már nem maradt senki, csak a büdös proli, meg a volt nyilas, ami konstans, akkor minden klassz, és akkor tombol a demokrácia. Hát, ha már átöltözésről beszélünk, a rendszerváltás meg az az átöltözés volt, amikor az ávós, meg liberális, neoliberális globálnyiká öltözik át. Tehát azért ez ugyanolyan része ennek a folyamat. Hogy lesznek a maoistákból, akik balról gyűlölik Kádár elfajzott liberális kommunizmusát? Igen majd majd kiteszik azok egy nyugatról, hogy ott a levegőt, nyugod, ugye? A haraszti Mikros és Emszki Gábor, Gábor, hogy csak a nagy nem. említjük. Így több. Szóval ezért mondtam a történelmi párhuzamot, ugyanakkor meg hát éppen ti is elmondtátok, hogy egy másik világ van, és már éppen az a háttér, amire mindig tudtak támaszkodni, és azt nem értik, azt nem fogják fel, hogy az a háttér is kezdi őket elereszteni. Jó, hát az, nincs több Tehát a transvesztita, hát lét, nem lehet, a transvestita hogy... lét itt látszik véget érni, kedves pajtások. Igen, bár van 52 féle gender, nem identitás, csak hát lehet, marhasok, marhasok ruhát nem lehet rendelni. Csak hozzá. a globaló SDS, ja, de boldogs, most már nem érték. De, de, de az, az, már, az már nem léphet fel ebben a sokkal. Kettővel, hárommal főleg. Jó, akkor ezt megtárgyaltuk. Ez így rendben lenne. Minden esetre... Jó, ha figyelünk. Meggyőződésem, hogy miközben persze ennek a megrodjant, gyomorult vénembernek a, a aljas és ocsmány szavai egyszerre nem számítanak, ugyanakkor pedig mindig is figyelni kell, mert, Bizony, a, Lump, számítanak. mert a lumpenproli, az mindig is. Beugratható embert az mindig találnak, és ez bizonyos potenciális veszélyforrás. Soha ne felejtsük el. Na, és ha már itt tartunk, akkor ebből egyenesen következik is, ha már 2018 eleje van, januárja van, hogy eh, ahogy itt a évvégi tematikus adásokban megpróbáltunk visszatekinteni, most próbáljunk meg egy kicsit előre nézni, erre az évre legalább. És hogyha előre akarunk nézni, akkor szerintem gondolatébresztőnek nézzünk meg egy bejátszást. Ugye már Orbán Viktor Németország vendége volt, jelenleg Bajorországban mink is. Együk hozzá München. Igen, igen, igen. Tehát Bajorországban látták vendégül volt is ennek megfelelő vízhangja, ugye a nagy német sajtó nem nagyon tudott mit kezdeni ezzel a hihetetlen és páratlan fejleménnyel, hogy a CSU vezetői és a Bajor kormányzat az nagy tisztelettel és szeretettel fogadta Orbánt, és Széhofer például azt merte mondani, hogy Magyarország és Orbán a jogállam talaján áll, és ezzel így rögtön ki is rántotta a méregfogát az ügyeknek. Szóval ott volt a magyar miniszterelnök, Erről fogunk megnézni most egy rövid összefoglalót, és aztán én majd egy Orbáni mondattal vezetném fel ezt a 2018-ra való előretekintést. A CSU első embere már az egyeztetések első napján arról beszélt, hogy a magyar kormány föl jogállami elvek talaján áll. Horst Seehofer azt tanácsolta az Európai Uniónak, hogy a tudálékosság és atyáskodás helyett törekedjen a párbeszédre, ha úgy gondolja, hogy valamely tagállamban sérülnek a jogállamisági elvek. A kongresszus péntek ülésére Orbán Viktort is meghívták. A kormányfő úgy fogalmazott, a bajorokat és a magyarokat mély kapcsolat köti össze. Orbán Viktor hangsúlyozta, Európában sok helyen a vezetők nem azt tették, amit a nép akart. 2018 a népakarat helyreállításának éve lesz Európában. A miniszterelnök szerint négy téren kell érvényesülni az emberek alapvető igényeinek. Nem szeretnének terrorveszélyben élni, ezért meg kell őket védeni, közbiztonságra vágynak, határvédelmet sürgetnek, és elvárják, hogy vigyék ki a Schengen övezetből azokat, akiknek nincs sokuk ott lenni. Az európai nép lépésről lépésre ki fogja kényszeríteni, hogy olyan döntések szülessenek, amely szolgálja migráns kérdésben is az ő érdekeiket. Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy hazán kezdettől fogva a határvédelem és a sengeni szerződés betartásának talaján állt. A kormányfő megegyezte, míg egyes helyeken a káoszt és a jogszerűtlenséget ünnepelték, addig elegettéve az uniós kívánalmaknak Magyarország kerítésépítésével védte meg a közösség belső területét és betartja az előírt jogszabályokat világosat tettem a bajor partnereinknek, hogy Magyarország továbbra is a jogszerűség talaján áll. A keresztény szociális unió elnöke pedig arról tájékoztatott, hogy Bajorország további szoros együttműködésre törekszik a közép-európai államokkal, ezért szövetséget hoz létre velük. No, láttuk, hallottuk, amit láttunk és hallottunk, és én egyetlen mondatot szeretnék itt megismételni a kormányfőtől, Nevezetesen azt, hogy 2018 a nép akarat érvényesítésének éve lesz. És ezt értette nyilván nem csak Magyarországra, hanem az egész Európai Unióra. Hogyha ezt a mondatot lerántjuk a levegőből, és letesszük ide az asztalra, és felboncoljuk, akkor szerintem a mondat sok helyütt igaz, sok helyütt meg tartok tőle, hogy nem lesz igaz. Ezt Na ezt akkor vizsgáljuk meg, kezdje most Laci. Hát azért nagyon érdekes ez a mondat, mert ugye a, a nép akarat érvényesülését szokták demokráciának hívni. Tehát, ha Orbán Viktor úgy fogalmaz, hogy 2018 az egyébként demokratikus országokban esetleg elindíthatja a demokrácia kialakulásának folyamatát, akkor ebben érzésem szerint némi irónia is meghúzódik. És hát azért, akárhogy is nézzük, bármennyire is zavarba, hát ő tökéletesen igaza van. Tehát az nyugat-európai országok többségében a demokrácia az elmúlt két és fél év során, ha kizárólag csak ezt az egész migrációnak nevezett, ugye mi bevándoroltatásként neveztük meg többnyire, ezt a folyamatot, ha csak ezt az egyetlen mozzanatot, egy túszatnyi másat is nézhetnénk még, de ha ezt az egyetlen mozzanatot nézzük, akkor híre hanva nem volt demokráciának a oly kitűnő nyugat-európai demokratikus országokban, leginkább Németországban nem, vagy mondjuk Svédországban, amelyek önmagukat, vagy Hollandiában mondhatnánk. Tehát amivel leginkább szembesülni kell, az valóban az, hogy 2018 és a előttünk álló, azért kritikusnak ígérkező évtized, valóban erről fog szólni, hogy van-e még esély, Orbán Viktor ezt feltételezhetően úgy értette, hogy az fog kiderülni, most 2018-ban is, és a következő években, hogy van-e még bármilyen esély arra, hogy a demokráciát helyreállítsuk azokban az országokban, amelyek egyébként önmagukat abszolút demokratikusnak tekintik, de, de amelyen belül, amelyeken belül többnyire uralkodó pozícióban van, a, ha nem is annyira szélsőséges formában, mint Konrád György kijelentése tükrözi, de alapvetően az a logika, amit Konrád György is megfogalmaz. És ez a döntő kérdés Európa jövője szempontjából. Imre? Ja, én úgy látom, hogy ez egy nagyon jól időzített, mind a két félnek rendkívül sok hosszonnal járó találkozó. Kezdjük a bajorokat. Ugye a CSU is megrogyott azért ezen a választáson, és azért rogyott meg, mert nem tudta hatékonyan kontrakarírozni Angélának alapvetően a menekült politikáját. Hát azért mégiscsak egy tartományról van szó. Tehát nem kormányzat a Bajor, hanem tartomány pár miniszterelnök áll az élén. Tehát vissza kéne magukat manőverezni a biztos, abszolút többségbe. Erre nagyon jó, ha Orbán Viktor oda és Orbán Viktorral nézetazonosság alakul ki, nem volt egyébként eltérés, de ezt most elmondják a bajor választóknak, hamarosan jön a bajor tartományi választás. A másik dolog az az, hogy a bajorok ráéreztek arra, most függetlenül, hogy mi lesz Németországban, ők számolnak azzal, hogy itt nem lesz kormány, legyen új választás, ha lesz is kormány, nem fogja végigcsinálni a négy évet, tehát ők már a jövőre terveznek, meg európai szintéren is gondolkodnak, és azt mondják, ha ők errefele nyitnak Kelet-Közép-Európába, és most már Ausztriát is beleértem elnézést, beleértem ebbe a dologba, sőt Horvátországot is beleérteném, akkor tulajdonképpen az Európai Unión belül a legnépesebb, a legtöbb országból álló, viszonylag egységes gondolkodási mederbe terelt csoport alakul ki. Gondoljuk végig, az osztrákokat beleteszed, a bajolók 12 millióan vannak, az osztrákok 8-an, a horvátok 5-6, meg a V4-ek 65, hát kérem, ott a 100 millió határán, hát uh, Németország... még egy kérdést azért vessünk fel ezzel kapcsolatban, hogy a választási eredmények elég egyértelműen azt jelzik, hogy valóban a keleti tartományokban is, tehát kelet-Németországban is... Tök nagyon errefelé, a nagyon tökéletesen rendben van. Hát nyugodtan hozzáadhatjuk... Igazándiból akkor Bajorországot meg a volt keleti azt. tartományt is beleteszed, akkor kérem az Európai Unión belül, ez egy akkora nukleusz... És erre a bajorok ráéreztek tökéletesen, mert azért van némi történelmi víziójuk. No. Belül is jó, kívül is jó, nekünk is jó, uniós vonalon is jó. Urak, akkor nézzük végig egyesével, jó? Igen. Legyen az első országunk Ausztria. És akkor egy mai hír, ami talán ezt fel tudja vezetni. Ma jelent meg a sajtóban, hogy Orbán január 30-án találkozik Bécsben Kurca, ahol többek között a V4-ek kiszélesítéséről is fognak tárgyalni. Hát mi ez, ha nem kristálytiszta bizonyítéka annak, amiről az imént értekeztél? Mi várható akkor Ausztria tekintetében? Legyen Ausztria az első országunk. Igen, hát ezt már jó néhányszor érintettük, hogy Ausztria számára az volt a tét, hogy az a rendkívül kedvezményezett pozíció, ami a 90 előtti évtizedekben is érvényesült nagyon sajátos módon, ez a Kreisky-Kádár együttműködés, hogy... aztán a rendszerváltást követő 20 év során az az elképesztő előny, amit Ausztria éppen a hagyományos kapcsolati hálóján keresztül, az, hogy a pénzhatalmi rendszert alapvetően ő ebben a térségben és egyebeket, tehát az osztrák elitek, de valójában maga az osztrák társadalom is felfoghatatlan, mértékben profitált anyagilag is, és mindenféle egyéb szempontból abból a sajátos pozícióból. Igen, ám, csak hogy radikálisan megváltozott a helyzet az elmúlt néhány év során, és az volt a tét, valójában már az elnökválasztás tétje is, és most uh, ugye a, az általános választások uh, tétje is, hogy az osztrák társadalom józan többsége át tudja vinni. Tehát a nép akarat, megint ugyanerről szólt, tehát a népakarat nép tud-e érvényesülni. Az osztrák társadalom ugyanis pragmatikusan, ez a te boldog Ausztria csak házasod, ugye a régi jelszó, tehát ő pragmatikusan próbálja kezelni, nagyon helyesen egyébként ezt a kérdést, józanul mondhatnánk, és ez a józanság egyértelműen azt követelte, hogyha, mert valóban taktikailag nem az a célszerű, hogy Ausztria is lépjen be ebbe az együttműködési rendszerbe, mint ahogy Bajorország vagy Kelet-Németország esetében sem, hanem hogy tudjon kialakulni a V4-ekkel együttműködésben egy olyan átfogó együttműködési rendszer, ami már legalább 100 millió hát, embert foglalkozik. Talán hát, hát több zsidóra az előbb beszélt, ami egyébként egy legalább 500 éves, valójában a hunyadiak óta uh, megoldatlan kérdésre reagál. A hunyadiak voltak ugyanis az utolsók ebben a térségben, akik arra próbálták felhívni a térség uralkodóinak a figyelmét akkoriban, hogy szét fogja zúzni, folyamatosan szét fogja morzsolni ezt a térséget a mindenkori nagy keleti és nyugati hatalom, hogyha nem lesznek önálló intézményei, önálló érdekvédel, intézményei, amelyek képesek felismerni a térség együttes stratégiai érdekeit, és képesek létrehozni egy olyan együttműködési rendszert, amelyik ezt érvényesíteni is tudja. Tehát bizonyos értelembe véve, amikor a német sajtó két évvel ezelőtt azt írta, hogy Orbán Viktor személyében megjelent a keleti ellencsászár intézménye, akkor valójában már erre pozícionálta Orbán Viktor, döntő történelmi szerepe lehet, ugyanúgy, mint a hunyadiaknak annak idején, akik elbuktak, és bizony a térség nem éli túl a következő évszázadokat, hogyha ez az újabb kísérlet uh, megint elbukik. Ez a tét, és majd uh, kiderülni látszik a fejleményekből. Egy, egy, hogy... két, még egy mondat elejéig úgyis itt maradunk, bocsimre csak egy hozzáfűzni való, hogy ha már a történelem szóba került, és a hunyadiak, ugye a Habsburg birodalom, és ez már a hunyadiak bukásától kezdve és Magyarország a Magyar középkori magyar állam felszámolásáig, és aztán azt követően 150 éven keresztül az oszmán hódítás idején. Ugye nagyon hamar rájött arra Bécs, hogy azon az úgynevezett akció rádiuszon ők pont kívül esnek. Magyarán minden keleti hódítás Magyarország széléig tud elmenni, mert akkor a utánpótlási vonalat kell etetni, hogy Bécset már nem fogják soha tudni elfoglalni. Csak minket. És ezt, ezt az árat nem tartották soknak. Aztán pedig. De mikor... Nekünk kell megfizetni bocsánat. Hát persze. Aztán pedig, amikor. Hitler személyében megérkezett nyugatról a másik hódító, és az Anslusszal egy pillanat alatt eltüntette Ausztriát a földszínéről, azt meg az osztrákok 70%-a tapsikolva és örömmel fogadta. Pont. Hogy ne tévedjünk el. És az látszik, hogy pragmatikusan kezelték a kérdést. Világos, világos. Ami önmagában nem lenne probléma, akkor van baj, hogyha ez a pragmatikusság szétszúzza a térséget, és nem összefogja. Na, egy valamit ugye tegyünk hozzá, hogy ez a második próbálkozás. emlékezzünk arra, hogy Süssl idején, amikor szintén néppárti és FPÖ koalíció volt is akkor már volt egy ilyen bajorosztrák magyar kis játéktér, ugye? Amit aztán azzal, hogy Brüsszel iszonyúan gyalázta a Süssl, stb., az akkor nem jött össze. Most ennek sokkal jobb esélyei vannak, vigyázzunk rá. Osztrákokkal is azért, most én azért elmondanám, legyünk kicsit óvatosak, mert ugye önnekik nagyon nagy érdekük fűződik hozzá, de nekünk is fűződik érdekünk az, hogy kiegyensúlyozott módon alakuljanak a kapcsolatok, lehet itt hasznot csinálni, lehet itt profitot csinálni, no, de bocs, még egy devizai telszerűségét azt nem kérnék, ugye? Egy jó minden. Azért, amikor Most... az érdekekről beszélünk, bocsánat, akkor nagyon-nagyon lényeges, hogy milyen távon szemléljük ezeket az érdekeket, de mert akkor... a kiegyezés is 150 évvel ezelőtt egy fontos érdeknyalábot fogalmazott meg, de Trianon, azért azt jelzi, hogy lehet, hogy 50 évre, mert körülbelül 50 évre sikeresen működött, van, de közben van. olyan iszonyú válságfelhalmozó is volt, így ez van. az egyeség. Majd arról egyszer, egyszer, majd, erő, egyszer el, arra majd... Ami hosszú távon viszont fel. sokkal nagyobb tragédiához így vezetett, van. mint hogyha... Világos. E, csak az érdekesség miatt maradjunk már picit még Ausztriánál mert hogy azért a demokrácia ott is izgalmasan tud néha működni. Ja, igen. A kis zeneiskolai levélkét ismerte, és meg légy szívesek. Igen, kertesnek. röviden ugye arról van szó, hogy a, 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 hát az ottani konzervatórium, rektorasszonya egy körlevélben arra hívta fel a figyelmet, hogy bár ezt a kormányt kétségtelen demokratikusan hozták létre, ugye a kormány megalakulásakor, de hát azért ismerjük azt a szélső jobboldali erőt, ami ebben a kormányban meg, és ugyan a kultúrával és oktatással a néppárti miniszter foglalkozik, de ez Itt, ne tévesszem meg minket, minke, de ez ne tévesszem meg minke mert ez akkor is egy szélső jobboldali kormány, amely ellen mindent, ami csak létezik, meg kell tennünk. Ezért aztán, és itt a dolog lényege, mert azért itt egy közintézményről van szó, és a közintézmény vezetője egy körlevélben arra hívja fel a tanárok figyelmét, hogy lennének szívesek minden óráról természetesen elengedni a hallgatókat, hogy el tudjanak menni erre a tüntetésre, és tiltakozhassanak. Van helyszín, találkozási pont, és ugye a szabad véleménynyilvánítás közintézmény hívja föl erre a figyelmet. Hát ott sincs jobb helyzet, mint ide. Át. Egész, egészen félelmetes. Ha fordítva történne, akkor természetesen azonnal tírtok, az, a, hogy mi a dolog ez, hogy a politikát bevisszük az a közintézménye persze. egy azt az iskolai igazgatót, aki egy körlevélben szólítaná fel a tanárokat, Igen. hogy engedjék el a diákjaikat a kormány melletti. Így van, de mondjuk de a de. békemenet összejön. Össze, őt nagy probléma. Összejön le. az ENSZ b Egész biztos. Jó, de e, sokáig nem fog ez már tartani. Biztos vagyok benne. Ezeknek a figuráknak, a kedves igazgató asszonynak a konzervatírium élén, Konrád Györgyök, Heller és ez az egész konglomerátum, ez szép lassan, de biztosan megy a történet. Ausztriában se gyenge ez azért. De el fog tűnni. Igen. No, megyük a következő izgalmas országot, ahol perceken belül választás lesz, Olaszország. Ha elővesszük az Orbáni mondatot, mi szerint 2018 a népakarat érvényesítésének éve lesz, akkor Olaszország esetében ez igazzá válik-e? Hát nézzük meg először, hogy megnéztük a legutolsó közvélemény tehát itt van meg is jelent a bejátszón, hogy hogy áll a, meccs pillanatnak politikai támogatottság szempontja, a jobboldali pártszövetség, ugye ebben többen bent vannak, ez egy csoport, Berlusconi a erő megint, a maga kis 81 évével, aztán a baloldal, itt van ez az öt csillag, ahol ugye a fenet tudja, hogy ez a a az... Hogy ez <laughs> Na most itt ez a hát nagy pedig gáz. Azért elég jelentős rész. Na most is e, is ez, a nagy gáz, és Európában több ország eljutott abba az állapotba, hogy előálltak olyan párt, alakulatok, meg minden, a jó franc se tudja, hogy mifélék, kifélék, meg mit akarnak, tehát ez nagyon, hogy mondjam, zűrössé teszi az egészet, de várhatóan a jobboldali pártszövetség fog győzni Olaszországba, és akkor előbb-utóbb valami kormány lesz, mert azért az olaszok mindig valahogy összetudják variálni a kormányt, és Berlusconi ebben nem is rossz éppenséggel. Ugye, ugye bár ez, uh, mind, ez mind világos. Az a fő kérdés, ha a nép akarat érvényesítéséről beszélünk, és azért... Na most ott is a választás. Az, öreg róka, az öreg róka Berlusconi is pontosan tudja, hogy mi a nép akarat. Hát hogy Mert ugye az még csak nem is indulhat, de saját magát ugye rátette már a plakátokra, meg a szórólapokra, és egyetlen mondat, ami a kampányát képezi, az, hogyha mi győzünk, a migrációnak vége van. van. Hát, mert ott is ez a négy kulcsmondat. De most akkor ez tud-e Jó, csak az, az a gond egyébként, Olaszország abból a, ebből az átalakulási folyam, mert, mert amikor Orbán Viktor ezt a mondatot kielentette, akkor ebben nyilván a dinamika is benne van. Tehát az, hogy elkezdődik, tehát is in progress, ahogy a, az angol, tehát hogy folyamatban van a akarat érvényesülése. Tehát, tehát reménykedünk benne, hogy kialakul a demokrácia a magukat demokratikusnak gondoló vagy demokratikusnak nevező országokban is, mint például Olasz Olaszország vagy Németország, de az a gond, ezt erről többször beszéltünk mondjuk a Brexit kapcsán is, vagy éppen az amerikai elnökválasztás kapcsán is, hogy ugye az első reakció a tiltakozás, tehát a, ezek jellegzetesen a protestpártok ezt használják ki, hogy először ez a népakarat még meglehetősen amorf, ezt talán úgy lehetne leírni, hogy a nép felüvölt, és azt mondja, hogy elegem van, gyöjjön már valaki, azt csináljon már valamit. Na most ez viszont nem egészen világos felhatalmazás, van, az mert azt meg nem. tudja mondani, hogy miből van elegem. Sajnos Olaszországban ilyen a igen. hely. Amerikában például a hogy... Trump jól csinálta, hogy azért az izébe bújt be egy pár struktúrába. Először korábban megpróbálkozott. egy, korábban. egy, létező, egy létező, létezőbe, mert ott már tudja a nép, hogy Nagyjából mit vár? Tehát a gond az, azért nehéz kiszámítani ezt a folyamatot, tehát Orbán Viktornak nyilván igaza van, csak azért nehéz kiszámítani ennek a folyamatnak a kimenetelét, mert nem lehet tudni, hogy ez az első indulatos állapot, amikor a nép még csak azt tudja megmondani, hogy mit és hogyan nem de hogy mit és hogyan igen, azt meg hát éppen a, a pártoktól várják, és mivel az eddigi pártok többnyire e, már el, elveszítették a bizalmukat, el, elveszítette a bizalmát a nép az eddigi pártokba, ezért hajlamos az ilyen igen. új pártoknak óriási felhajtóerőt adni, mert azt reméli, hogy talán ezek alternatíva fűt, tehát itt meg, a hát ugye, hogy, hogy ezek, itt meg az öt csillag, hogy ezek alternatívát jelentenek, és ezért valószínű ez a folyamat azért elhúzódik, abban igazad van, hogy óriási a nyomás, tehát ennek a folyamatnak gyorsan végbe kellene menni, de sajnos nem lehet megtakarítani. Tehát ezt az első fázist, amikor csak indulatosan és amorf módon nemet üvölt a nép, és aztán alakul ki az, hogy mire és hogyan kellene igent mondani, ez két különböző fázis, és attól tartok, hogy Olaszország inkább még az első fázisában van, és csak azután jöhet majd az a tisztázó fázis, amikor a nép már azt is meg tudja mondani, hogy körülbelül mire adna felhatalmazást azoknak, akik és kinek? szívesen, és kiknek persze. Na most ugye sajnos Európa tele van a nagyok főként olyan, olyan politikai struktúrákkal, ahol ez a bizonytalanság nemhogy tisztulna, hanem növekszik. Olaszország tipikusan az. Spanyolország, Spanyolország. na ne áll. Hát ott két olyan alakulat a jelent Spanyolország meg. lett volna úgyis a következő Jó, ja, Bocs, elnézést, hogy nem hát kalandoztam. Hát, valójában Franciaország. Hogyne, hát, hát ott meg 50 százalék alatt volt a választói részvétel, tehát az az 50 százalék fölötti nép az úgy hátra magát, azt mondja, hogy hát én már vagyok olyan rutinos, hogy ezek menjek a bánatba. És maga fölé épített Annyian egy tökéletesen valaki. ismeretlen, bár azért sejthető. Hát, ez, ez megint mindegy. egy rendkívül instabilis És Sajnos Németország is halad ebbe az irányba. Mert most a legújabb közvéleménykutatások szerint, már van más is, de néztem olyan közvéleménykutatást, ha megint választások lennének, lehet, hogy a CDU-CSU meg a nem együtt se nyomná át az 50 ot Na no, erre kössék gombot. Na, ennyire ne szaladjunk ne előre. Szaladjuk. Spanyolországot nem intézném el egy Na, Szerintem adattal. se többet ér. Kicsit ott bíbelődjünk. Azért mégiscsak, csak, most nem is tudom megmondani, hát népességét tekintve... 40 millió. 40, 40 millió, millió. Hát a Lengyelország. Egy kicsit több, mint Lengyelország, ország. igen. Amellyel azért igen előkelő helyen áll az Európai Unióban nem is szegény, és még sokkal gazdagabb is lehetne, és hát nem állnak túl jól a dolgok. Hát abszolút nem. Tehát akkor, ha nép akarat, akkor nézzük Spanyolországot ebből a szempontból. Hát én most voltam, ott, bevallom nektek, igaz, hogy nem a szárazföldön, hanem a Szigetem, de azért valamit átszűrődik ott, mert este lehet nézni a híradókat, meg egyebet, hát elmer, meglehetősen nagy az össze... Mi a spanyol politikai képlet? hogy emlékszünk, választásokat meg kellett ismételni, és akkor se jött össze semmi, ez már gáz. Aztán utána a szocik, akik úgy gondolták, esélyünk annyi, mint szállasanak a népbíróság előtt, úgy döntöttek, hogy a második kör után nem szavaznak, hogy meglegyen a jelenlegi kormányerőnek erőnek a többsége a parlamentben. Magyarán szólva egy vékony madzagon függ, ez a jobboldalinak mondott, egyébként kilugozott jobboldal. Sajnálatos módon ez a figura, akit miniszterelnök ott most hívnak, az, az gyakorlatilag tönkreteszi a spanyol jobboldalt. Angela Merkel is nagyon halad ezen az úton. A baloldal az már leírta magát, azt mondom, hogy összeszedjük magunkat. Németek is először azt mondták a szociálok, hogy majd összeszedjük magunkat ellenzékbe. Tehát nagyon figyázni kell Spanyolországra, mert úgy tűnik se balról, se jobbról nem kormányozható. És ami egy középen van, arról nem tudjuk, hogy lócitrom, vagy mi meg, meg, meg Podemos, Podemos tudjuk, szépen. tudjuk, merjük, tesszük, poder, poder ugye. Poder az hatalom erő, ilyesmit jelent hogy tudjuk, merjük, tesszük. Na most azok érdekes módon azok közé egyik nyert, egyik nyert relatíve többséget Katalóniába, ugyanakkor az egység, a, a kiválláspártiak együtt meg a legerősebbek. Úgyhogy lesz ott csiha, meg puha. Na most ők az idegen forgalommal élnek, nagyjából az adósságok a szépen fejlődik, ilyen zűrök közepette. Úgyhogy Spanyolország is lehet egy, 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 egy gázállam hamarosan. Azért, ott, azért ott legyünk őszinték, 80 éve, tehát a 30-as évek nagy drámája óta a belső meghasítottsága, a hamis meghasítottsága a spanyol társadalomnak valójában nagy. semmit nem változott. Tehát, nem. tehát az a valami, csak sokkal bonyolultabban és még zavarosabban, amit itt mondjuk népi urbánus ellentétként, Írtak le a 20. század során, a Spanyolországban még drámaibb módon, még zavarosabban és még látszó módon, érvényesül ma hát, is. Ez a frankóista illetve a. Hát, a maradjunk a annyiban, a, a a hogy megnevezni se lehet. Tehát, de a, maradjunk akármit. annyiba, hogy furcsa módon a frankó diktatúra, mert azért az nem volt egy demokrácia. Nem. De gazdasági fellendülést hozott? Hosszú ideig tartott. Nem is, is akármiért. Nagyon jó gazdaság. És meg re meg rendet és nyugalmat. Rendet, nyugalmat Ettől hozott. Attól még a, 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 a meghasítottság. Attól az, az tökéletes. Ez... Uh, ugye én nagyon régen, 81 voltam hosszabb ideig ott. Akkor gyakorlatilag a gyűlölet térkép az veszélyesebb volt, mint. Tehát mindenki számon tartott a családtagjaiba, itt ott hogy és a köztársaságiak oldalán, vagy a falangisták oldalán volt, és hogy, és mind. Sajnos mai napig így megy. És hiába volt békés, utána már hogy jöttek békés évtizedek, de valójában ez az adok -kapok a háttérben, vagy a mélyben. Ogy, tehát a sebek, kölcsönös osztogatása az azt követő évtizedek. És felszaggatása, meg sóval behintése. Öt percünk van, és azért Franciaországot nem hagynám ki. Hát Franciaországban ugye tudjuk, hogy mi az alaphelyzet. A politikai jobb és bal szintén... De meddig marad fönn az alaphelyzet? Hát az meddig alaphelyzetből az, az következik, Mert hogy... hogy Macron, és... Macron nem fog uh, itten uh, esélyesként megoldást hozni, azt már... Nézd, az, hogy Macronnak mi, mi a terve, azt ugye már mutkor elemeztük, most mondjuk el még egyszer, az a baromi nagy ötlete, hogy összecsapni a pénzeket, euró európai, euró szinten, zónás szinten, egy közös intézmény rendszerbe, és akkor abból ők szépen rendbe kapták alapvetően német, meg holland, elsősorban német és holland pénzen, de főként német pénzen a franc. Ez a nagy ötlet. Igen, csak ezt arra építi, erről is beszéltünk, hogy kétségtelen az, hogy Franciaországban is 60-ról 100%-ra ment fel az államadóság, ez, mint ahogy Olaszországban is még tovább oh, nőtt a katasztrofális magas szint. Ez azért döntően valóban annak a következménye, hogy az euró az egy negyedik német birodalmi márkaként működik, tehát kizárólag Németországnak jó, és még a legközvetlenebb partnereit, Olaszországot és Franciaországot is tönkre zúzza. Tehát ez meg a dolog jó, másik jó, oldala. Tehát majd az a, most az, de, jó, de gyerekek, most ez a kérdés... De aki zúznak, az ebbe az a, belemegy. Jó, de az Jocs. a kérdés, hogy hát igen, de valamilyen értelembe véve Urak. most mégis az a nagy kérdés, hogy a francia társadalomra lököd rá ezt az egészet, amelyiket szerzett jognak tekinti, vagy hát valami más megoldást választasz? Én ezt értem, és nem is szeretném relativizálni a francia gazdaság fontosságát, csak arra szeretnék rákérdezni a maradék két és fél percben, hogy mindez nagyon fontos. De amikor most mondjuk szilveszterkor megnéztük újfent a képsorokat, hogy arab és fekete félállati hordák a külvárosokban Franciaország szerte több mint ezer autót gyújtottak fel, ja. és mondjuk rendőröket lincselnek az utcán, akik isteni csodával maradtak életben, arab és fekete félállati hordák, Na ezt a francia társadalom meddig fogja tolerálni? Ezt igen, nem... ez, ez pontosan, e... de hogy mennyire zavaros a helyzet, hogy nyilván a német elitek meg azt mondják, hogy én erre a mocsokra adjak, tehát ez a francia társadalom, mondja a joga, igen, de ezeknek a német eliteknek meg, meg azzal kellene elszámolni, hogy ők azért mégiscsak funkcióban tartják azt a Merkel kancellárát, aki... aki Németországból első. is ezt akarja csinálni. Tehát ilyen értelemben véve sajnos nem véletlen, hogy az egész európai integráció a német-francia meg békéléssel kezdődött a második világháború Is? után. De most, most minden eddiginél veszélyesebb módon akadnak keresztbe, ha úgy szetszik, ezek a tengelyek. Már Tehát keresztbe akadtak. A német és Ugye, már keresztbe között, gyerekek, a német és francia elitek között a második világháború óta nem volt ilyen rendkívül súlyos stratégiai feszültség, csak egyelőre, és ettől sokkal veszélyesebb a helyzet. Egyik oldalon sincs senki, se a német elitekbe, se a francia elitekbe, aki egyáltalán el tudná beszélni, hogy hogy miről zajlik. Mind miről a két fél másról. És ez rendkívül veszélyes. Angél... Hamis, hamis, beszél van. módot Igen. próbál. Angéla arról beszél, beszél a hogy a fél. német francia tandemet fönn kell tartani. A tandem, ja, hogy csak ülnek a, a biciklin, hát. ő ül elől, ő kormányoz. Ugye? A Macron meg azt mondja, a kell egy közös bulit csinálni, amit pénzügyileg összedobjuk, amink van, aztán majd ott el. Jó, szóval rendkívül veszélyes Na, a helyzet. Szóval no, az, tehát... az igazság megszűnt a német-francia. De a, azért, nincs, mert nincs egy közös elbeszélési nincs. mód. Tehát eddig legalább, tehát mondjuk és egy. Nagyon egy, eltérő, a és Kohl, Uh, időszakába, vagy még azt megelőzően, ugye De Gaulle Adenauer korszakában, oh, hát legalább volt egy olyan narratíva, amelyre az egészet fel lehet, és maga a gyakorlat is alapvetően visszaigazolta, ez, hogy ez a narratíva Persze. többé kevésbé megállja működött. a helyét. De ezek elporlattak, ennek vége. És a jelenlegi elitek pedig intellektuális szinten olyan végtelen alacsony, hát csak gondolj bele, szóval Schulzig vezető út, tehát mondjuk a, egy Adenauer-től vezető út, ez azért azt hiszem szépen, de a Macron-t is mondta, egy De Macron igen, szépen leírja azt az elképesztő értelmi és érzelmi szétszülést és erkölcsi szétszűllést, amit Nyugat-Európa két döntő fontosságú államában végbe végbemesztett. Ez viszont ad nekünk egy kis mozgásteret a következő évben. <laughs> igen, Sajnos, nem nem mondjam, nem, ezt kell mondjam, hogy a rosszba is van valami, ahogy e szoktad mondani javán, kínaiak idén. Az a helyzet, hogy ezek most. a mondatok azon túl, hogy igen, az államférfiak is meglehetősen hiányoznak erről a súlyosan elbetegedett nyugatból. És ha már Mitterrand hoztad példának, aki ráadásul szoci volt, Igen. de azért ne feledjük el, hogy mondjuk Mitterrand egy Bobby Sands temetésére elment, és azt merte mondani a brit, az angol vezetésnek, hogy eddig és ne tovább. Ír ügyben hol lenne ma egy ilyen állam férfi. Na de, Mármelyik mit terem, honnét indult, de, ennyi volt. oldalról, csak úgy mondom, eredetileg. Köszönöm, leg. hogy itt voltatok, Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk a Viszontlátásra. Jövő.